Nemzeti Gyásznap tiszteletére szervezett eseménysorozat délelőtt 10 órakor a Corpus Hungaricum szobornál kezdődött, ahol a hagyományokhoz hűen Székesfehérvár és Fejér megye önkormányzata, illetve a Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnoksága közösen szervezett megemlékezést. A történelmi zászlók bevonulását követően Székesfehérvár polgármestere emlékezett a forradalom és szabadságharc mártírjaira. Cserpalkovics András elsősorban a jelenlévő gyerekekhez szólt, hangsúlyozva azt, hogy azok a katonák, akikre most emlékezünk, mind családapák voltak. Nekik voltak gyerekeik, voltak szüleik, voltak nagyszüleik, vagy éppen lettek aztán később unokáik. És emellett is megtudták, mert meghozták azt a döntést, hogy védték azt az országot, azt a nemzetet és annak a szabadságát, aminek ma itt tagjai lehetünk, és emlékezhetünk erre a hősiességre itt 2012 Székesfehérvárján. A forradalom és szabadságharc majd a tragikus végkimenetel eseményeit a II. Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola diákjai idézték fel. Lement a nap, de csillagok nem jöttenek, sötét az ég. Közel s távolban semmi fény nincs, csak mécsvilágom, s honszerelmem ég. A megemlékezést követően koszorúkat helyezett el a Corpus Hungaricum szobornál dr. Cserpalkovics András polgármester és Varga Tamás a Fejér megyei közgyűlés elnöke, valamint Varga Csaba dandártábornok a Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnokságának törzsfőnöke. Ugyancsak koszorúztak a történelmi egyházak és a kapcsolódó civil szervezetek és a Rákóczi iskola képviselői. Búval és bánattal a székesfehérvári megemlékezések a Halesligetben folytatódtak, ahol a Gróf Széchenyi István műszaki szakközépiskola diákjai működtek közre. Vitófákon hörögve lóg a nemzet, majd minden elcsöndesül. A fűben nagy, fekete bogorak másznak, az alvat véren döglegyek. Férfiak téhre rogyva, üveges tekintettel a megváltót várják, aki majd csak estére jő. Köteleiket eloldozza, és egyenként gödörbe, vizesárokba fekteti le a 13-akat. A 48-as emlékműnél Székesfehérvár önkormányzata nevében Róth Péter alpolgármester, Fejér megye önkormányzata nevében pedig Pleiser Lajos a megyei közgyűlés alelnöke helyezett el koszorút.